Hagyományőrző, lovas, dobos felvonulással indult Árpád vezér ünnepe Békés Csabán. A Jókai Színház előtti téren a Tűzkör Dobkör Egyesület tartott bemutatót az érdeklődőknek. A rendezvényre Hollandiából is érkezett dobkör, méghozzá a Banalavo, akik szintén egy remek produkcióval szórakoztatták az arra járókat. A Tűzkör közhasznú egyesület már több éve szervez ilyen rendezvényeket. Az eseményen mindenki számára kínáltak programokat, a gyerekeket a többi között népi játékokkal várták. 2014-ben már egy Attila napot szerveztünk kint Jaminába, és aztán 16-ban és 17-ben pedig a Csaba Parkban volt, annak Csaba királyfi útján volt a neve. Most Árpád vezérünnepét ünnepeljük itt Mezőmegyeren, nagyon nagy sikerrel. Hollandiából vannak dobosaink, illetve itt van a Regélő Fehér Tártos dobcsapat, csomó rendezvény helyszínen van, jurta íjászokkal, gyermekjátszó, főzőverseny is most folyamatosan megy. A rendezvényen a honfoglaláskori hagyományokat és szertartásokat is felidézték. Egy kicsit ázsiai jellegű a felépítése. Úgy zajlik, hogy amikor felépítettük, most Erdősi Géza barátom építi a négyszögletes szerkezetet, ami a négy égtáj felé van tájolva, Medovacki Jani barátom építi a keletkaput, és akkor bízom benne, hogy a tűzkörös lányok is jönnek és feldíszítik még a kört virágokkal. És 8:30-kor kezdjük a szertartást, a tűzasszony és nem, a tűzember és a vízasszony kiválasztásával, és onnét kezdve azt a dobverő választja ki, onnét kezdve elindul a szertartás. A számos érdekes program mellett solymász bemutatóval is várták a kilátogatókat Mezőmegyeren Árpád vezér ünnepén.